Szeretettel köszöntök mindenkit, innen Temes megyéből, Temesvárról. Sok csodák közül halljatok egy csodát, mint elvesztétök az vég Temesvárat. Benne vesztétök Jólosonci Istvánt, sok jó vitézzel szánjátok halálát. Horváth Ida Erika vagyok, a Petőfi Sándor program temesvári ösztöndíjasa. Temesváron dolgozom, fogadószervezetem a Bánsági Közösségért Egyesület. Mindennapi tevékenységeim 4 fő feladat köré épülnek. Közösségszervezés, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése elsősorban a helyi fiatalok számára, helyi eseménynaptár követése és összeállítása, valamint a külföldi kapcsolatépítés. A továbbiakban szeretném bemutatni önöknek eddigi elért eredményeimet, rendezvényeim, valamint ösztöndíjas tevékenységem sorát és részleteit. 2015. augusztus 15-én kezdtem meg ösztöndíjas küldetésemet. A hétköznapok soha nem telnek el egyformán. A feladatok változatosak. Nem csak Temesváron, hanem szerte a megyében, településeken segítem a munkát, a kulturális fejlődést. Első utam érkezésemet követően Szapári falvára és Bodó falvára vezetek, ahol az óvodás és iskolás gyermekeknek a népmesenap alkalmából egy népmese délután tartottam, és népi játékokkal színesítettem a napot. Következő nagy rendezvényünk a Magyar Szorvány napja alkalmából Temesváron megszervezett Bartók Béla hangverseny és kiállítás volt. Meghívott előadóként alkalmam volt részt venni ifjúsági szorványkonferencián, kiemelném továbbá az Egyesületem által novemberben megszervezett Temesvári Magyar Filmnapokat, ahol lehetőségem volt ösztöndíjasként szervezési feladatokat ellátni. Decemberben az ünnep közelettével részt vettem egy karácsonyi ajándékozási akcióban, melyet a pusztakeresztúri és igazfalvi gyerekeknek szerveztünk. Januárban nagy sikernek örvendett a virrantó játszó mobil érkezése 3 Temes megyei településre, Végvára, Lugosra és Igazfalvára. A farsang időszakában február 3-án Ótelken jártam az óvodás gyermekeknél, akiknek a farsangi szokásokhoz kapcsolódó játékos délután tartottam. Nagyjából a feléhez érkezett a Petőfi Sándor program idei tevékenysége. Horváth Ida a program Temes megyei ösztöndíjasa találkozót hívott össze a megye civil szervezeteivel a további feladatok kialakítása érdekében. Milyen a Petőfi Sándor program megítélése a Temes megyei civilek körében? Hogyan látják az eddigi működését? A temesvári civil szervezetek megfogalmazták, hogy valóban nagyon jó dolognak tartják ezt a Petőfi Sándor programot, és a többség szerint szükség van Temes megyében egy ösztöndíjas, aki a szorvány magyarságot segíti, és a szorvány magyarságot helyezi előtérbe.